A vádirat szerint a férfi örményesen 2023. július 18-án este 8 óra előtt szándékosan felgyújtotta azt a kertes házat, amelyben szívességi használóként lakott. A férfi a szobában, a konyhában és a folyosón benzint locsolt szét, majd egy égű gyufát dobott a szoba közepére és hagyta, hogy a tűz a ház többi helységébe is átterjedjen a tűz miatt a szoba teljesen kiégett, a szoba berendezése megsemmisült, a konyha és a folyosó szintén kiégett, a födém részben leszakadt. Az ingatlanban összesen 470 ezer forint kár keletkezett. A tüzet a bejelentés alapján kiérkező tűzoltók oltották el. A tűz a szomszédos épületeket, illetőleg a természeti környezetet nem veszélyeztette. Az ügyészség a büntetlen férfival szemben próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a szolnoki járásbíróság várhatóan tárgyalás mellőzésével fog dönteni.